Néhány éve elevenítették fel Tolnána az Emmaus-járás ősi hagyományát. Ez szerint húsvét hétfőn a katolikus hívek rövid zarándokútra indulnak a kápolnatéri stációktól a mözsi templomig. Ünnepeink közül talán a világ a karácsony tartja a legnagyobbnak, és ezt az ünnepet múltban is, jelenben is sokfelé, sok mindennek mondják, csak karácsonynak ne kelljen. Nyilván nekünk keresztényeknek karácsony nagy ünnep, hiszen a megtestesülésről szól, de amikor kihegyezve kérdezik, és kérdezzük, hogy melyik a legnagyobb ünnepe a kereszténységnek, akkor hát azt kell mondanunk, hogy miért is lett emberré az Isten? Azért, hogy megváltson. És de facto ez a megváltás Jézus kereszt halálában és feltámadásában, húsvétban realizálódott. A katolikus hagyomány szerint tehát húsvét az év legnagyobb ünnepe. Nem véletlenül, hiszen a hívek ekkor Jézus feltámadását ünneplik, az élet győzelmét a halál felett. Húsvétnak van egy híre, nem is akármilyen híre, jó híre. És itt megint egy picit a világra hadd utaljak. Információk világában élünk, média ennek mindenképp egy közvetítője, és sokféle hírből lehet aztán kanalazni, pletykáktól kezdve a kacsákig, régen ezt így mondták, hogy kacsa, ma úgy mondjuk, hogy álhír. Húsvétnak meg az a jó híre, hogy az első, hogy üres lett a sír. És ez a jel még a tanítványok egy részénél nem indította el őket abban, hogy hívők legyenek, sőt, talán inkább megzavarta őket, hogy mi lett a holttesttel? Máshová temették? Mi történt? Egyedül János volt az evangélium tanúsága szerint, aki tanítványként benézett a sírboltba, látta az ott hagyott lepleket, gyolcsokat, és neki ez a látvány már elég volt ahhoz, hogy higgyen. Maga az Emmaus járás azt a bibliai történetet eleveníti fel, ami szerint Jézus a Jeruzsálemből Emmausba tartó tanítványai mellé szegődött, ám ők nem ismerték fel, csak később egy vacsora során vált számukra nyilvánvalóvá, ki is csatlakozott hozzájuk, a megváltó. Amikor majd kisvártatva találkoztak föltámadt Krisztussal, aki még az öt szent sebét is meg tudta mutatni, hogy én vagyok, ne féljetek. Húsvétnak ez az öröm híre. És a keresztény egyház ezt a örömhírt vallja, hirdeti. Mi is most elindulunk ezen a másnapi ünnepen, húsvét hétfőn, egyik közösségből a másik közösség felé megerősíteni ennek a hírnek a valóságát, hogy hitünknek közös ez az alapja. Nyilván megünnepeltük az elmúlt napokban, itt is, ott is a szentmiségben húsvét nagy ünnepét. Most viszont egy örömteli találkozással szintén szeretnénk ezt kimondani, akként is, hogy utcán, prosekcióban, gyalogosan, énekelve, imádkozva zarándokolunk, nem csindradatták, meg nem tudom, dobokkal főszerelkezve, nem tudom milyen decibelekkel belekiabálni a világba, de mégis egy jelét adni annak, hogy húsvét nem akármilyen ünnep. Hogy üres lett a sír, de Isten jelenlétével tele lett ez a világ, és ez a jó hír. Mindennapi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Tolnán annak is hagyománya van, hogy a húsvéthoz kapcsolódó katolikus szertartásrend már nagy csütörtökön elkezdődik. Idén sem volt ez másként. Az utolsó vacsorának az emlékére mindenütt mi is itt helyben elmondtuk a szentmisét oltárfosztással. Nagypénteken 3 órakor volt egy keresztút, ezt viszont nem a terveink szerint tudtuk megvalósítani, hiszen kint esett az eső, amúgy itt lettünk volna éppen a Kálvárián stációk között. Templomba szorultunk be, talán érthető okok miatt. És nagypénteken aztán az esti időben elmondtuk a nagypénteki szertartást, benne a kereszt leleplezést, hódolatot és az áldozást, mert hogy ez az az egy nap az évben, amikor mi katolikusok nem mondunk szentmisét. És nagy szombaton szintén megtartottuk a szentmisénket tűzszenteléssel, vízszenteléssel ünnepelve. Tolnai sajátosság, hogy húsvét hétfőn csak a Mözsi település részen tartanak katolikus szentmisét, idén erre délelőtt 10 órától került sor.